Mai összejövetelünkön azt vizsgáljuk, hogyan változnak a divatok a városban, és ezek a változások hogyan hatnak mindennapi életünkre. Hűvösföldben vagyunk, a város egykor legnépszerűbb kiránduló helyén, amely mára egyszerű átszállóhely lett csak. Elvesztette divatos jellegét, akik erre járnak, átszállnak villamosról buszra, és mennek tovább. Mi azonban, ha nem bánják, nyomozni kezdünk a régi idők után. Azért, hogy valami dicsérőt is mondjunk ezen a szomorú napon, dicsérjük meg ezt a helyet, ahol most vagyunk. Ez ugye az új végállomás, ami 1999-ben épült, láthatóan a régi idők modorában. Az építők igyekeztek felidézni a 30-as évek hangulatát, azt gondolom, hogy ez sikerült is nekik. Az más kérdés, hogy a városlakók ma már nem tudnak mit kezdeni ezzel a hangulattal. Na akkor most szíveskedjenek ide mellém elképzelni egy olyasfajta állomásépületet, mint amit ott fönt láttunk. Mert itt, ahol én most sétálok, ez volt a régi végállomása a villamosnak. Most nem is lassít mellettünk. Itt állt az állomásépület, ott volt az a lépcső. A lépcső mellett Bambi járus volt. Kis jégdarabok között tartotta a Bambit. Reggel még iható volt, délután, amikor az ember ment haza, akkor már teljesen ihatatlan, az alján kis kátrányok játszottak. Ezen a helyen, ahol én most állok, 60-as években, hétvégeken 10 és 10 000-ek jelentek meg. Ez volt a város legfelkapottabb kiránduló helye. Egyedül az 56-os villamos járt itt. Az 56-os villamosra a Moszkva térnél hosszú sorok várakoztak, és hazafelé esténként itt várakoztak hosszú sorok, vascsövek között kellett állni az embereknek. Egyébként az igazi fénykora ennek az időszaknak a 30-as években volt, amikor a pestiek még síelni is ide jártak a Hűvösföldbe, akkor ugyanis a sífutás volt divatban, a Moszkva térről külön síkocsik közlekedtek a villamosok mellett. De abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor is fényes, nagyszerű világ volt ez még. Kevesen gondolnák, hogy mi volt ennek az épületnek az eredeti rendeltetése. Ez Magyarország egyetlen kültéri mozgó lépcsője volt a 60-as években. Ennyi volt az egész. A nép úgy szórakozott, hogy hosszú sorokban elment a mozgó lépcső elejére, ott felszállt, a ház végén kiszállt a mozgó lépcsőből, és akik nagyon élvezték ezt a játékot, azok újra és újra megtették ezt az utat. Hátam mögött látható a Rákosi rendszer egyetlen máig kikezdhetetlen pozitívuma, a gyermekvasút, amit persze lánykori nevén úttörő vasútnak hívtak. Az igazság az, hogy az én gyerekkoromban, a 60-as években mindenki centercsatár, űrhajós vagy úttörővasutas akart lenni. A három közül a harmadik az nem volt teljesen reménytelen eset, bár évről évre ezrek és ezrek jelentkeztek úttörővasutasnak, hiszen annál nagyobb dolog, hogy az ember mindenféle tárcsákat emelgethet, meg jegyeket lyukaszgathat, meg uram, bocsánat, tiszteleket föl alá, hát annál nagyobb dolgot az ember nehezen tudott elképzelni. De még mi egyszerű mezei halandók, akikből soha nem lett úttörővasutas, még mi is nagy kedvel és gyakran jártunk ide, egyszerűen csak utazni ezen a remek kis vasúton. Csak annyit mondok, hogy felszállóágban vagyok. Akkor most, ha van kedvük, egy negyed órás túlélő túrára invitálom önöket. Elmegyünk egészen a Nagyrétig. 30-40 évvel ezelőtt ezen az úton vasárnaponként több ezren közlekedtek. Reggelente odafelé, délután pedig visszafelé. Nem is igen tudtuk elférni egymás mellett. Most kíváncsi leszek, hogy hány emberrel találkozunk. Az első valódi járókelő a Hűvösföldbe, Jósfej András. Jó napot kívánok! Hogy kerül ide, ahol a madár se jár? Igazából nekem itt randevum volt egyszer egy lánya, és azóta egy nyugodt helyet kerestem olvasáshoz. Esetleg kiránduláshoz, de így az olvasás itt a lényeg. De akkor, ha jól értem, nem sokan zavarják itt olvasás közben. Nem, megmondom őszintén, önökön kívül eddig ma két élő embert láttam, aki elment erre, és egy űrszerű valamit, de az nem biztos, hogy az volt. És mi történt a lánya? A lány az mára is megérte, hogy eljön, de ő nem jött el ma, úgyhogy maradtam egyelőre a füzetnél, és egyedül csak a ruha miatt nem terveztem kirándulást, mert ugye ez így nem. Szurkolunk, hogy legközelebb eljöjjön. 70-es években egész kis szoborpark volt itt az út mellett,
Már nem sok maradt belőlük, ez az egyike. Itt a művész a bunkócska első sorát álmodta kőbe, és ugye a későbbi kritikusa ezt, ha jól látom, nehezményezte. Így állunk most. Hát elérkeztünk mai összejövetelünk célállomásához, a Hűvösföldi Nagyréthez. Május van, ragyogó a levegő, csodálatosan süt a nap, és rajtunk kívül a kutya nincs ezen a réten most. Néhány évtizeddel ezelőtt itt plédet ért, labdák repültek, és rántott csirke illata szállt a levegőben, és most nézzék meg, sehol senki. Azt persze el kell ismerni, hogy a Nagyrét turva már a fénykorán, tehát vagyunk így egy páran, azért az nem indokolná, hogy ennyire ne törődjünk vele. Itt áll például ez a céllövölde és ez a halászó rész, amelyik a jogfolytonosságot biztosítja az elmúlt évtizedekkel, mert ebben a céllövöldében én már gyerekkoromban nem találtam el semmit, és ha most nyitva lenne, akkor ugyanerre a sorsra jutnának a pálcikák. Minden esetre én azt gondolom, hogy kár volt a Hűvösföldet így elfelejtenünk. Azt gondolom, hogy érdemes néha kijönnünk ide, ha másért nem, egy kicsit elmerengeni a régi időkön.